itt van a nyár, ilyenkor szép virágosok a közterületek. Önnek mi a tapasztalat a város tisztaságával kapcsolatban? Elégedette azzal? Én nekem megfelelő. Jó. Hát most, hogy a közmunkások rendet tartanak. Én elégedett vagyok amúgy, csak néha-néha mások nem figyelnek oda. Elszórják a szemetet, úgyhogy én úgy vagyok azoknak, akik kicsit tanítani kéne a tisztaságra. Én vigyázok magam előtt a tisztaságra, akkor más is tudna maga előtt. Ön elégedette a város tisztaságával, a parkok képével? Hát a városéval igen, itt a belterülettel, de a külterülettel nem. Mert ott mit tapasztal? Hát például én az új telepen lakom, és mindig szemetes. Elég sok szemetet elszórnak az emberek, sok helyen. Megmondom őszintén, meg nincs lenyírva a fő idejébe. Vannak olyan helyek, például itt a Kultúrház környékén is, itt a Bajcsi-Zsirinszki utca. Ott is most nyírják. Már le kellett volna. Itt bent a központban én úgy látom, hogy szépen rendben tartják, de viszont, mink otthon, én új telepen lakok tulajdonképpen. Ott mi rendezzük saját magunknak. Tehát ezt rendszerint elő is írják nekünk, hogy ezt tartsuk rendben, tehát minket csináljuk is. Szerintem nagyon szépek, ápoltak, sokféle virág van, habár itt még éppen nincs beültetve, de több fele láttam, tehát sokféle virág van kirakva, meg tiszta. Tehát a tisztaság az biztos, hogy ahogy én látom, ha bár nem püspökladányi vagyok, Sárit udvari, de elég sokat jövök, én elégedett vagyok vele. Megmondom őszintén, nem. A Petőfi utcán idei jérőgyom van. És az őszön is úgy hagyták, úgy ment rá a hó. Most meg már még a gólya is leszállt, azt hitte valami réten van. Mert akkora gaz volt benne. Úgyhogy már most félig lejárt, szombaton levágták a játszótéren. Már most ott látom az embereket, ott ülnek, reggeliznek. Gondolom, hogy folytassák tovább. Úgyhogy nem vagyok vele megelégedve. Sajnos. Én elégedett vagyok, elégedett, mert mindig nagyon szép, a friss virágok mindig vannak. Ön elégedette a város tisztaságával, a parkok képével? Igen, hát én úgy látom, hogy hát változtatják a virágukat, és folyamatosan gondozzák, ápolják, locsolják. Nem is a tisztaságával nem vagyok elégedett, hanem a fenntartásával. Ugye az ránk vonatkozik a lakosságra, úgyhogy itt van a probléma, itt látom a problémát. Hiába tesz meg a önkormányzat mindent, amit lehet. Nem beszélve a ballagáskor végig kellett menni itt a Petőfi utcán, a fák kitörve, virágok letaposva, úgyhogy... Jó, jól dolgoznak a közmunkások, meg vagyok elégedő vele, tényleg. Jó. Itt a városközpontban a Városüzemeltető Kft. Munkatársai gondozzák az utcákat, a tereket. Ön szerint a lakosság is kiveszi a részét ebből a munkából, ott, ahol neki lenne a feladata ezt a munkát, például a fűnyírást elvégezni, megteszik-e? Hát gondolom, én itt lakok a város központjában, én bérházban lakok, nem tudom, hogy a kertes házaknál ott meg elvégzik ezt a munkát. Szerintem több sok helyen biztos, hogy elvégzik, tehát több mint valószínű. Hát szerintem a lakosság meg, mert láttam, szoktam látni a Szedd Magad mozgalomban, itt Ladányban is voltak, akkor mi horgászok is csináljuk, úgyhogy nem azt mondom, hogy nem lehetne ez hogy mondjam, nagyobb létszámmal és intenzíven csinálni, de van lépés előre, látok lépést. Ahol a lakosság kötelessége lenne, mondjuk a fűnyírás az el van végezve? El. Nagyon sok helyen el van végezve. Van, ahon nincs, de azon túltesszük magunkat. Melyik hogy? Van, aki nem becsületesen. Van, aki elvégzi becsületesen. Nem mindenki. Nem mindenki. Sok helyen vannak olyan csúnya terület előtte, hogy nem csinál semmit. Oda kéne nézni, fel kéne hinni a figyelmet, hogy azért csináljon maga előtt a rendet. Magunk előtt ott rendet tartunk az ott testen. Fákat lenyírjuk a villanyvezeték alatt, meg hát nyírjuk a füvet minden. Tisztán tartsuk. Mondanám részben. Hát szét kell nézni tulajdonképpen. Hát én a Debrecen úton lakok, ott nagyon gyönyörűen megcsinálja. Mindenki elvégzi a dolgát, tehát ott az a rész az szép. A városközpontban a Városüzemeltető Kft. Munkatársai gondozzák a tereket, de ott, ahol a lakosság feladata lenne, például a fűnyírás, ott elvégzi ön szerint a lakosság? Persze, nálunk a játszótér van. Mindig szépen vágja egy fiatalember. Nagyon szép a játszótér, érdemes megnézni, gyönyörű fákkal körül, és tiszta,
Nincs benne személy, semmi. Nem mindenütt, mert vannak olyan helyek, ahol nem végzik el, vannak. Nem mondjuk a másütt el van végezve. Nagy vonalban igen, azt mondhatom, hogy igen. Igen, mindenki igényes arra, hogy nem csak belül, hanem kívül is azért szépítsen. Tehát virágukat, vagy ha már virág nincs is, vagy díszcserjéket ültetnek, illetve hát a füveket azt rendszeresen nyírják. Tehát én, ahol járok, ott igen. Önnek mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban, hogy általában elvárja a lakosság, hogy más végezze helyette az ilyen munkálatokat? Sokan elvárja, sokan, hogy a önkormányzat vagy a városszépítő csinálja ezeket a dolgokat, más még nem várja meg azt, hogy felszólítsák ezeket, hogy takarítsa már maga előtt a területet. Hát én szeretném, ha mindenki maga előtt legyen. Ön szerint elvárja a lakosság, hogy más végezze helyette ezt a munkát? Hát van, aki elvárja, pedig a saját környékén mindenkinek magának kéne rendet tartani, de van, aki elvárja. Sok ember elvárja, sajnos. Melyik ön szerint a város legszebb pontjai? Pontjai? Hát ez a főtér. Itt a legszebb minden. Itt a főtér, itt nagyon szép, ez tetszik, ez biztos. Park. A park, igen, itt a Hősök terénél. És szép, ez tetszik. A fürdőterülete az nagyon szép, ott elég sokat szoktam menni. A park, az különösen, a buszmegálló környéke is szerintem, mert ott is rendezett, meg tisztaság is van. Központ, az nagyon szépen rendben van mindenütt. A központ nagyon szépen rendben van téve. A legszebb pontja, hát végül csak a város van, de a Hősök terét ez a legszebb pontja. Ön szerint melyik a város legszebb pontja, vagy pontjai? Hát itt mindenütt szerintem a főtér is nagyon szép, jövünk ide sétálni, már idős emberek vagyunk. Csak a mi utca, a Bajcs utca. Csak a főtér, hogy így mondja. Ez a legtisztább, és ugye, meg mindenki itt érzi jól magát, úgyhogy talán jobban, mint a saját környezetében itt fent. Nekem Ladánya mindenem, úgyhogy innestől kezdve nekem minden sarka gyönyörű.